Ezek a felvételek január végén készültek. A tél szokatlanul enyhe volt, csapadék szinte nem esett, viszont ezekben a napokban havazott, jelentősen visszaesett a hőmérséklet. A hó mennyisége azonban így sem igényelte a kotrást, a VSKS síkosságmentesítő anyag kiszórásával biztosította az utak tisztítását. Ezek már áprilisi képek. A városban elkezdődött a közterületek rendbetétele, a VSKS-nél átszerelték a gépeket a tavaszi munkálatokhoz. Rövidesen az egynyári virágok kiültetésére is sor kerülhet. Elsősorban a park és köztisztasági részlegünknél a parkoknak a rendbetétele, illetve a tavaszi munkálatok elvégzése, ami kezdődni fog a metszésekkel, talajmunkákkal, esetlegesen ahol tudunk tápanyag visszapótlással, illetve majd az egynyári virágok kiültetésére kerül sor egy később időpontban, amikor már a tavaszi fagyokon túl leszünk. Ebben az évben is elindulnak az úgynevezett zöld járatok. Idén összesen 7 alkalommal, először május 5-én lesz lehetőség arra, hogy a lakosok kihelyezzék az ingatlanok elé a lágyszárú és fásszárú hulladékot. Fontos információ, hogy a gyűjtés kezdete előtt maximum 2-3 nappal helyezhetők ki a zsákok, más esetekben felszólítással és szankcióval élhet a közterület felügyelet. A zöld hulladékot a Csongrádi úti hulladékudvarban is le lehet adni. Az önkormányzat meghirdette, hogy a hulladékudvarban, ami most már évek óta üzemel, de sajnos még mindig nagyon kevesen tudnak róla, hogy a lágyszárú zöld hulladékot, illetve a fásszárú összekévézett hulladékot ugyanúgy a hulladékudvarban is, a Csongrádi úton, a szennyvíztelep mögött el lehet helyezni. Itt hívnám fel a lakosság figyelmét, főleg azért, hogy megelőzzük az illegális lerakásokat. Minden veszélyes hulladékot, autó akkumulátortól, autógumin keresztül, vegyszeres flakonokat, festékes flakonokat, mindent le lehet helyezni a hulladékudvarban. A hulladékudvar használata során csak a szerződést, illetve a befizetett csekket kell bemutatni, ezzel igénybe lehet venni a szolgáltatást. Ide nem csak a zöld hulladékot lehet elhozni, hanem például a veszélyes hulladéknak számító festéket, akkumulátort, valamint az elektronikai hulladékot.